Egy éve az időjárás közbeszólt, a megyei szövetség által tervezett felkészülési tornát akkor nem tudták megrendezni. Az idén a szövetség nem készített kiírást, azonban a Szeremle elnöke, Melnik János úgy döntött, belevág a torna lebonyolításába. A gondolatot tettek követték, és előbb 6, majd pedig már 10 csapat szerepelt a benevezettek listáján. Mi is gondolkodtunk abban, hogy mit kéne csinálnunk főkészülés alatt. Mivel összetalálkoztam az Aranyos Danival, és ő a pályának úgymond a létesítménynek a vezetője, ő mondta, hogy próbálja meg megszervezni ezt a kupát. Fölhívtam a szövetséget, ők áldását adták rá, tehát ők állják a kupát, az érmeket, meg különböző úgymond ajándékok lesznek felajánlva itt a legjobb játékosoknak, csapatoknak. A résztvevő csapatok örülnek a tornának, mert nem kell ellenfeleket keresniük a felkészülési mérkőzésekhez, és éles körülmények között gyakorolhatják a tervezett taktikát. Nekünk elsősorban ez azért jó, mert jó körülmények között tudunk játszani, jó pályán, jó ellenfelekkel szemben. Az eredmény most elsősorban nekünk másodlagos. Fontos az, hogy mindenki játék lehetőséghez tudjon jutni, és azok a játékosok is, akik most értek vissza a sérülésből, tudjanak szerepet kapni. A 10 csapatot a szervezők 2 csoportba osztották, a mérkőzések javarészt hétvégén vannak, azonban egy-két kérésnek eleget téve egy-egy hétközi összecsapást is rendeznek. Ott jártunkkor a Szeremle magabiztos sikert aratott a Nemesnád udvar ellen. Viszont ez a 7-2-es győzelem ez talán arra jó, hogy a csapat visszanyeri az elveszített önbizalmát, mert bizony ősszel elég sok gót kapva önbizalmunk az nagyon alacsonyan szárnyalt, most viszont szerintem ez a csapatnak megfelelő lökést adhat a továbbiakra. A szervezők elmondták, az idő rövidsége miatt többször lesz majd olyan, hogy egy hétvégén 2 mérkőzést is játszik az adott csapat, így a február végén esedékes bajnoki rajtig véget ér a torna.